ide csapkodott neki a feje, és akkor ugye ezt a sérülést okozta, mert gondolom, hát ugye, hát ez egy jónak súlya van. Fékezni is alig volt ideje, olyan gyorsan termett a házból kirohanoló ennek a férfinak a kocsija előtt. Az állat rázuhant a járműre. A baleset fényes nappal Szekszárd belvárosában történt, a vasúti pályaudvarnál. Ekkor viszont még nem értek véget a sofőr megpróbáltatásai. A lógazdái ugyanis inzultálni kezdték őt és a feleségét. Szidalmazni, hangosan kiabálni, ütlegelni, követelőzni kezdtek bennünket. Gyakorlatilag kifesztették az ajtót, kinyitották az ajtót, akkor ugye a feleségemet kezdték el bántalmazni. A rendőrök megérkezéséig a sofőr és a párja az erősen sérült kocsijukba zárkóztak. A támadók viszont ez idő alatt is rugdosták a járművet. Tukacs Imre azt mondja, még napokkal az eset után is rémületet éreznek, ha visszaemlékeznek a történtekre. Szerencséjükre két polgárőr épp arra sétált, ők segítettek nekik. Feleségem már sokkos állapotban volt az autóban. Nyilván megpróbáltam őt kimenteni, ekkor érkeztek meg a polgárőrök. Ugye a két siógárdi polgárőr, akinek egyébként nagyon sokat köszönhetünk, mert nagyon határozottak, elszántak voltak az ügy tisztázásában. Gyakorlatilag ők kezdtek el segíteni nekünk. Az ügy miatt rendőrségi nyomozás indult, a ló tulajdonosa ugyanis nem ismerte el a felelősségét. Tukacs Imre autójában több százezer forintos kár keletkezett, most abban bízik, hogy a szervizköltséget sikerül kifizettetnie az állatgazdájával.